Sziasztok srácok, üdvözlök mindenki. A 2010 és 2020 közötti időszak is hozott nekünk jó pár meglepetést magyar vonatkozásban a sport világában. A magyar televízió összegyűjtött 10 magyar embereknek új kedves emléket. Na most ezeket vegyük át. Most a 10. helyet azt már rögtön láthatjátok, kis Zsúrinak a Puskás díja. Hát igen, az most az elmúlt hónapokban, az nem is olyan rég történt, ugye? Hát én is itt ültem, és egy live-ban együtt néztük, és emlékszem, hogy mennyire örültem az ő győzelmének. Tényleg egy gyönyörű szép gól volt az, amit Zsóritól láthattunk, és szerintem abszolút megérdemelte. Hogy mi lesz vele a későbbiekben, azt még ugye nem nagyon lehet tudni. Ez még eléggé képlékeny. Most jelenleg már nem a Debrecen csapatában, hanem a Vidi csapatában játszik. 9. helyen a videóton kiüti a Sportingot. Hát igen, az az Európa Liga csapat, gyerekek. Az még ennél sokkal többre is vihette volna. Kicsit úgy érzem, hogy nekik volt talán a legnagyobb szansuk arra, hogy valami igazán, hogy mondjam, kiemelkedőt alkossanak az Európa Ligában. Paulo Sousa volt ugye akkor az edző, és hát egy olyan Nemanja Nikolić volt a csatársorban, aki azóta letette a névjegyét már Lengyelországban, letette a névjegyét az Egyesült Államokban, és most ki tudja, hogy mi lesz vele, ki tudja, hogy hova megy. Lehet, hogy visszamegy a Vidibe. Én igazából nem bánnám, mert a magyar bajnokságban, vagy a magyar bajnokságnak igenis szüksége lenne rá. 8. helyen a Honvéd Leicester sztória. Hát igen, az, amikor a Honvéd ugye a semmiből nyerte meg a magyar bajnokságot, és itt ahogyan leírják, ugye volt egyetlen egy igazán tapasztalt játékosuk, egy David Alanzafal, mert mondjuk nem tudom, hogy miért Lazovicot mutatják olyan éppen fetreng. Mondjuk lehet, hogy azért az is egy Honvéd meccsen volt. Hát igen, ez ugye emlékezetes pillanat, mindegy, addig gyönyörködjünk benne. Szóval a Honvédban ugye akkor egy igazán tapasztalt játékos volt az Davide Lanzafame, aki azóta már megjárta a Ferencvárost, és most jelenleg ismét a Honvédban játszik, és tele volt fiatal, tehetséges, saját nevelésű játékossal, és ezért is lehet ugye kicsit ugye a Honvéd Leicester sztória, azért is írhatják így. Abszolút megérdemelték akkor a bajnoki címet a Honvéd játékosai, hát maga az egész Honvéd megérdemelte, nagyon sokat vártak arra már, hogy bajnokok lehessenek. Az év az övék volt. Ennyi. 7. Ismeretlen balbek a válogatott kezdőjében. Ez az Andorra mérkőzés, amikor is, hát igen, Stork egy kicsit félváról vett a mérkőzést, és Tóth Bence, aki akkor az MB2-es Puskásban játszott, és azóta is csak 6 élvonalbeli meccsig jutott, ő be lett hívva. Hát azért ez nagyon nem jó. Gondolj bele, amikor életed első válogatott meccse Andorra ellen. Jó, felsz jól magad, Andorra ellen biztos jól tudsz játszani, de ahhoz képest beletenyerelt a válogatott egy elég csúfos vereségbe. Geraz el elődöntőben, igen, Geraz Zoltán ugye, amikor a Fulham játékosa volt, még 2000, mikor volt ez? 2010-ben? Azt hiszem 2010-11-es szezon volt talán. És hát igen, nagyon keményen benne volt abban a csapatban. Hát része, szerves része volt annak a csapatnak, amelyik akkor bejutott az Európa Liga fináléjába. És ugye, hogy itt írják, hogy 6 gólt rúgott az EL-ben, és a Juventus ellen 2-t is vágott, valamint a finálét érő és 4 assziszt mind döntő helyzetben érő, és 4 assziszt. Aha, ja, értem, igen, finálét érő gól, és 4 assziszt, jó, most már értem. Aztán igen, ugye a döntőben végül nem sikerült, de hát az is egy olyan mérkőzés volt, ami már, vagy hát egy olyan teljesítmény volt, ami már azért csodaszámba ment, és szerintem azóta is a legnagyobb élmény az lehetett talán Gerazolinak. Ma foci ebét leszámítva, persze. A CR hiszti, ó, igen, én imádom Cristiano Ronaldo-t, tisztelem, tényleg nagyon szerettem, egy igazi sportembernek tartom, és hát ugye volt az a mozdulata, vagy hát volt az a csapkodásos hisztis mozdulatsora az Európa-bajnokságon a magyarok ellen, amikor azt látta, hogy hiába hajt, hiába küzd, aztán azon a meccsen 2 gólt is lőtt, a harmadikat azt hiszem talán Nani lőtte, és 2 gólt is ugott, és azt látta, hogy minden egyes gólra van magyar válasz, és nem akarta elhinni a csávó, hogy,
hogy ez történik. Végül ugye egy 3-3-as döntetlen lett, mi első helyen jutottunk tovább a csoportból, a portugálok a harmadik helyen, majd még, végül mégis ők nyerték meg az EB-t, az már igazából mindegy. De emlékszem, hogy akkor a tévé előtt én is, amikor megláttam, hogy Cristiano Ronaldo hogy balhézik, és miattunk, mert mi voltunk azok, akik akkor úgy túljártunk az eszén, hát az egy nagyon nagy élmény volt. Azóta is egyébként nagyon bírom a csávót, de akkor az egy nagyon nagy élmény volt. Horváth Ferenc, nem jó a bajnokság kirohanása? Hát Horváth Feriről már szerintem a live-okban is rengeteget beszélgettünk. Fölösleges megnézem a videót. Horváth Feri az egy igazi, megmondó embere lett a magyar bajnokságnak, amit én nagyon sajnálok, mert amúgy egy tehetséges edzőnek indult. Több helyen is megfordult már. Egyébként annál jobb játékos volt, mint edző, az is igaz. De azt tudjuk nagyon jó, hogy mindig a bíró volt a hibás, mindig az ellenfél volt a hibás, soha nem ő volt a hibás. A játékvezetés, mindig annyira utálom azt, amikor egy edző erre hivatkozik ezekben a helyzetekben. Hát önróla van amúgy konkrétan a YouTube-on egy összeállítás. Szalai Ádám beszéde, hát igen, amikor ugye Szalai azt mondta, hogy nincsen klasszis játékosunk, és hát ugye Pintér volt az, aki kihagyta Szalai Ádámot többszörösen a válogatottból, emiatt a kirohanása miatt, amikor azt mondta, hogy egyszerűen nincsen klasszis játékosunk, és hogyan akar. Leegyszerűsítve erről volt szó, hogy akarunk úgy eredményeket elérni, hogy nincsenek klasszis játékosaink, és nem tudunk kinevelni klasszis játékosokat. Ezzel valahol magát is ledegradálta, de valahogy nem éreztem úgy, mert szerintem ő tisztában van azzal, hogy mire képes, és már tőle egyébként már az nagy szó, hogy még mindig a Bundesligában játszik. Úgyhogy abszolút igaza volt. A magyar futballon nem javított az a nyilatkozata, de nem jó mindig homokba dugni a fejünket, és ez a majd a következő generáció jobb lesz, meg most nem úgy jött ki a lépés, meg hát a bírók, meg hát ugye most a románokat kaptunk, a románok ellen meg nem megy, tudjuk, mindig van valami probléma ott is. Második hely, Dzsudzsák Anzsiba igazol. Hát igen, erről már live-ban korábban szerintem beszélgettünk, hogy ez egy, hogy itt volt az, amikor Dzsudzsák Balázs teljesen elcseszte a karrierjét. És itt most ez itt leírja, hogy hát, nem az a lényeg, hogy mert ugye beszéltünk már erről live-ban korábban is, hogy ő hogyan cseszte a karrierjét, és én azt gondolom, hogy ő a képen nem annak körül, hogy az Anzsiba igazolt, hanem annak, hogy mennyit fogott keresni, vagy hát, hogy mennyit keresett ott. És persze mondhatjuk azt, hogy ma ahogy itt, ahogy le is írják, hogy Dzsudzsáknak saját maga kellett ezt a döntést meghozni, hogy ő hova igazol, és neki nem az a feladata, hogy, mert ugye az egész országban mindenkinek kiverte a biztosítékot ez a döntés, mert tudjuk nagyon jól, milyen csapatok álltak sorba érte, és továbbra is azt gondolom, hogy hülyességet csinált, és hogy nem a mi álmainkat kell megvalósítani, persze itt azt írják, rendben van. De most, hogy a magyar futballért van, akkor a magyar szurkolókért is van. Egyrészt. Másrészt, ha az ő szempontjából is nézzük, ez maximum pénzügyileg volt egy jó döntés, de rövid távon volt jó döntés pénzügyileg is. Hogyha nyugatra igazolt volna, akkor összességében ennek a pénzösszegnek a többszörösét is megkeresette volna, mint amit akkor Oroszországban. De ez már más. Dárdai kinevezése, az biztos egyébként, hogy ez egy nagyon meghatározó pillanat volt a magyar futball elmúlt éveit tekintve, mert ő volt az, aki hát mint utólag kiderült idéglenesen ugyan, de kicsit rendbe szedte a magyar labdarúgást. Ugye hát ő és ugye Ben Stork voltak azok, akik a magyar válogatottat gyakorlatilag kivezették az Európa-bajnokságra, és Dárdainak én azt mondom, hogy a hozzáállása volt az, a szakmai tudása is, de igazából a hozzáállása, hogy nem a kifogásokat kereste, hanem egyszerűen olyan vezéregyéniség volt a magyar válogatott térén, amiatt még azóta se láttunk. Mert utána jött ugye egy Lékenz, mármint ugye Stork után jött egy Lékenz, köszönjük szépen. Utána meg most van egy Marco Rossink, aki jó eredményeket ért el, de valami nem állott össze. Tehát ez a mártírkodás a meccsek után, hogy hát ha kell, akkor én lelépek, meg ilyesmi, nem kell ez a duma.
Hát már egyébként nekem ez egy kicsit kezdte le lenni a tököm, hogyha valami van, akkor rögtön ez a hát, hogy akkor ha kell, akkor én lelépek. Nem lelépni kell, akkor igenis csapjon oda az asztalra, ugyan lehet, hogy Dára is éppen azt tette. Azért tette így ki a kezét, hogy asztalra csapjon. Asztalra kell csapni, gyerekek, is ilyen egyszerű. Úgyhogy ezek voltak a magyar televízió sportcsatornája szerint a top 10 meghatározó pillanat a magyar futballban. Hát van benne valami, az tény. Igazából mással nem nagyon tudnám kiegészíteni. Hogyha meg összességében nézzük, azért más sportokat belevonva azért lehetett volna még ide mit tenni. De a magyar futball tekintve egyébként ezek voltak talán tényleg a legmeghatározóbb pillanatok. Mondjuk Horváth Ferinek a nem jó a bajnokság kirohanása, meg amikor mindenkit szid, az mondjuk más, az mondjuk lehet, hogy így kihúznám. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, vigyázzatok magatokra. Ha nektek még bármiféle eszetekbe jut, hogy mi az, ami még a listára felkerülhetett volna, vagy mi az, amit ti levennétek innen, akkor azt kommentben tegyétek meg, közöljétek velem. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!